milyen mitológiai elemek jelennek meg a Dark Souls játékokban, és mi ezen karaktereknek a háttere? Milyen összefüggéseket láthatunk? Biztosan neked is eszedbe jutottak már ezek a kérdések, ezért most elhozom neked a válaszokat. Üdvözöllek a GSH csatornáján. Én Ricsi vagyok, ebben a részben pedig a Dark Souls játékok szereplőinek mitológiai kötődéséről fogok beszélni. Mielőtt viszont belemerülnénk ebbe, szeretném felhívni a figyelmed, hogy ezen tartalom nem jöhetett volna létre az Angol Velem szponzorációja nélkül. Ha angolul tanulnál, akkor csekkold le a leírásnál található linket, garantálom, hogy nem fogsz csalódni. A Dark Souls játékok élményének velős részét képzik a mitológiai alapok, melynek által mind a történetszál, mind pedig a végigjátszás élvezetesebbé válik. Ezekben a játékokban gyakran azon kapod magad, hogy követed az istenek parancsait, láthatod, hogy ők miként élnek és buknak el, akár harcba is léphetsz velük. A Dark Souls játékosaként részese leszel a halál és újjászületés körforgásának a játéksorozat kemény játékmenete és gazdag történetszála révén. Ha a Dark Souls játékok egyes mitológiai vonatkozásai ismerősnek tűnnek, az azért van, mert a játékok sok párhuzamot vonnak le a saját világunkkal. Ezek a hasonlóságok segíthetnek abban, hogy a saját eposzod részének érezd magad, miközben a játék párbeszédét és a tárgyleírásokat olvasod, hogy megtudd, hogyan formálták az istenek a körülötted lévő világot. Kezdjük elsőként is a nagy korszakokkal, amelyet biztosan fel fogsz ismerni a játéksorozatból. Átmenet az ősök korából a tűz korába. Az első Dark Souls játék megalapozza a sorozat többi részét azáltal, hogy elmagyarázza, hogyan jött létre a világ, és a kezdőjelenetben meghatározza az újjászületésben játszott szerepedet. Az ókorban a világ formálatlan volt, de a tűz az élet szöges ellentéteit hozta létre, beleértve a fényt és a sötétséget. A sötétben négy alak bukkant fel, és felfedezte a legerősebb lelkek erejét. Ezek nem mások, mint a lordok, Gwyn, a napfényura, Gravelord Nitto, Izalith boszorkánya és a rejtett törpe, akik mind megalapozták Lordran világát. Miután megnyerték a háborút a sárkányokkal szemben, elindult a tűz korszaka. A Dark Souls játékok azonban ezen korszak végén történnek, és a játékban feltobzódó sötétség felemészteni látszik a világot. Ez a teremtés mítosz hasonlít azokhoz, amelyek az Encyclopædia Britannica által teremtés a felbukkanásokon keresztül elnevezést foglalják magukban. Az univerzumot teremtő Isten helyett a világ mindig is létezett. Míg a lordok megteremtették a Dark Souls világának alapjait, a játékok elején látható filmek azt sugallják, hogy a sárkányok már azelőtt léteztek, hogy ezek a főurak óriási erőhöz jutottak volna. Most pedig menjünk végig a Dark Souls főbb szereplőin, és nézzük meg, hogy milyen mitológiai vonatkozásuk van. Gwyn, a napfény és a parázs ura. A tűzkorszakának kezdetén Gwyn, a napfény ura vált az egyik hatalmas lélek gazdájává, és Lordran királya lett. A négy lord közül mindhárom játékban Gwynnek van a legnagyobb befolyása a játékos történetére. A Dark Souls 2 egyik jelenetében a tudós Aldia elmagyarázza, hogy Gwyn kikényszerítése a sötétségből idézte elő a tűz és sötétség korszakának ciklusát. Más szóval Gwyn tette a sötétség korát problémává. Aldia azt mondja, hogy száműzte a sötétet és mindazt, ami az emberiségből fakad, ezzel arra utalva, hogy Gwyn meggyengítette az emberiséget azzal, hogy megszabadult a sötétségtől. A játékosnak meg kell hosszabbítania a tűz korszakát, vagy el kell távolítania az emberiség átkát Gwyn cselekedetei miatt az őskorban. Guinevere, a napfény hercegnő. Gwyn lánya Guinevere biztosítja a játékos számára, hogy az kapcsolatot hozhasson létre az első lánggal. A játékon belüli tárgyleírások szerint hozzáment Flanhoz, a lángistenhez, és sok gyermeke született vele. Ha azonban feltárunk egy bizonyos titkot Anor Londóban, és alaposan odafigyelünk ezekre a tárgyleírásokra, rájöhetünk, hogy Guinevere már rég elhagyta az istenek városát. Guineverenek sok közös vonása van az anyaistennőkkel a mitológiában. Az Encyclopædia Britannica szerint a mítoszok szerte a világon olyan anyaistennőket tartalmaznak, akik az anyaságot és a termékenységet képviselik. Ezen istennők közül sok olyan isteni házasságot köt, mint Guinevere és Flan házassága. Gwyndolin, a sötét nap. Gwyndolin, Gwyn egyik fia, az egyetlen istenség, aki hátra maradt Anor Londóban, az istenek városában. Anor Londóban figyeli a várost, és minduntalan egy élőholtat keres, aki a segítségére tud lenni.
A köntöséhez tartozó tárgyleírás szerint a holdhoz való kötődése miatt nőként nevelték. A Dark Souls 3 egyik gyűrűjének leírása is megemlíti ezt a tényt. A tárgyleírásokon kívül nem sok más bizonyíték magyarázza meg, hogy Anor Londo istenei. A tárgyleírásokon kívül nem sok más bizonyíték magyarázza meg, hogy az Anor Londói istenek miért társítják a holdat a nőiességgel. Míg Gwyn úgy érezte, hogy lányaként kell felnevelnie Gwyndolint a holdhoz fűződő kapcsolata miatt, Guinevere, az egyik lánya, a Napfény hercegnője címet viseli, megkérdőjelezve ezt a logikát. Gwyn megtagadott fia és a névtelen király. Az első Dark Souls leírásai és környezeti részletei Gwyn elsőszülött fiának létezésére utalnak, akit Anor Londóból száműztek. A napfény erejét apjától örökölte, de a háború isteneként előszeretettel használt olyan elemi fegyvereket, mint a nagy villámláncsa és a napfénypenge. E tárgy leírása szerint eme fiút megfosztották az isteni hatalomtól, és bolondságnak nevezték minden tettét. A Dark Souls 3 névtelen király nevű egyik főszörnye is egy ellenség, akivel felvehetjük a harcot. Külön érdekesség, hogy sok királyi vagy isteni családban vannak megtagadott gyermekek, akik később akár rossz útra fordulhatnak. Ha csak a Bibliát vesszük alapul, akkor ezen gyermekek sorsa nagyon hasonlít Luciferéhez, aki az angyalok között a legszebb volt, mégis örök kárhozatra ítéltetett. Anor Londo, az istenek városa. Anor Londo az istenek városa misztikus helyszínként szolgál az első és a harmadik Dark Souls játékban. A Dark Souls cselekményének első része a játékos Anor Londóba vezető utazására összpontosít. Ott hősünk megkapja a hatalmas lelkek gyűjtőjét Guineveretől és utasításokkal látják előtt, hogy miként gyűjtse össze az előbb említett lelkeket és hozza újra létre az első lángot. A Dark Souls 3-ban a játékos karakter Anor Londo maradványait fedezi fel a Boreal Valley Irithyll kastélyának közelében. Mire a Dark Souls vagy a Dark Souls 3 főhőse eléri ezt a mítikus várost, egy kivételével az összes isten már régen eltűnt. Gwyndolin, Gwyn fia vigyázza Anor Londót, amíg Aldrich úr el nem fogyasztja őt. A Guineverehez, Gwyn lányához kapcsolódó tárgyak leírása megemlíti a legtöbb istent, akik például elhagyták a várost. Ezen város esetében erős összefonódást érzékelhetünk például az Olympusszal, mint az istenek érinthetetlen helye, ahol egyensúly uralkodik. Számos mitológiai és teremtéstörténeti forrás hivatkozik úgy az istenekre, hogy sokáig ők voltak ott a leghatalmasabbak. Nitó, a halál ura. Gravelord Nitó volt azon figurák egyike, akik a tűz korszakának kezdetén hatalmas urakká váltak. A hatalmas léleknek köszönhetően, amivel rendelkezett Nitó, irányítást nyert a halál és a betegségek felett, amivel megnyerte a sárkányok elleni háborút. Gravelord Nitóval a Dark Souls 1-ben találkozhatsz az óriások sírjában, ahol végezned kell vele. Több ezer évvel később a Dark Souls 2-ben Milfanito és Fenito folytatja a halottak őrzését. Nitót nagy halottként emlegetik és dalt énekelnek a tiszteletére. Nitó mitológiai vonatkozása már csak azért is különleges, mivel a középkorban a halált és az elmúlást számos módon ábrázolták. Ezen karakter személye már csak abból az apropóból is érdekes, hogy már a középkorban is óriási erőt tulajdonítottak a halálnak. Ha csak pusztán több isten hitről beszélünk, még akkor is a főisten mellett az egyik legerősebb isten az volt, aki képes volt a halált irányítani, vagy pedig becsapni. Nitó ereje halálával nem tűnt el, mivel azt továbbította, eszerint pedig kimutatható az is, hogy valójában a halál sem szűnik meg létezni. Izalith boszorkánya és a káosz lányai. A tűzkorszakának kezdetén Izalith boszorkánya is igényt tartott egy lord lélekre, és megosztotta azt lányaival. A tűzviharok irányításával vették fel a harcot a sárkányok ellen. Miután megpróbálta újra teremteni az első lángot tűzmágiával, Izalith boszorkánya a káosz ágyává minden démoni energia forrásává változott, lányai pedig a káosz lányainak nevezett pókszerű szörnyekké változtak. Ennek az eseménynek olyan következményei vannak, amelyek a sorozat mindhárom játékát érintik. A Dark Souls játékban a játékos karakterének meg kell ölnie a káosz ágyát, hogy megszerezze a boszorkány lelkének maradékát. Mindhárom játékban megtalálod a démonokat és a tüzes birodalmukat is. Izalith boszorkányának hibája a pirománia megszületéséhez is vezetett az egyik túlélő lánya révén. Miután elmenekült a kudarcát követően, megtanította Salamannak, az első emberi pirománnak, hogy hogyan irányítsa a tűz erejét. Ő pedig folytatta ezen tudás átadását. Gwyn négy lovagja.
Ahogy Arthur királynak a kerekasztal lovagjai, Vinnek is megvolt a négy lovagja, Onstein sárkányülő, Artorias a mélységjáró, Lord Blade Ciaran és Sólyom Sam Go. Onstein őrzi Guinevere kamráit Anor Londóban, a másik három karakter egy extra kiegészítőben elérhető. Ebben az extra tartalomban a játékos karakter visszautazik az időben, hogy szemtanúja legyen Artorias halálának és az azt körülvevő eseményeknek. A Dark Souls 2-ben és a Dark Souls 3-ban számos hivatkozás található ezekre a lovagokra, különösen Onsteinre és Artoriasra. A sorozatban Onsteinre hivatkoznak a leggyakrabban, köztük az öreg sárkányölő főszörnyre a Dark Souls 2-ben és a sárkányölő harcosra a Dark Souls 3-ban. A Dark Souls 3-ban szereplő sárkányölő páncél leírásából kiderül, hogy Onstein otthagyta Anor Londót, hogy Gwyn elhagyott gyermekét keresse, aki nem más, mint a névtelen király. Artorias legendája tovább él a Dark Souls 3-ban a mélységőrzőin keresztül. Artorias halála után folytatták a harcot a mélység ellen. A játékosnak le kell győznie őket, hogy elvegye a közös lelküket. Anor Londó panteonja. Gwyn mellett Anor Londó istenek panteonjának adott otthont, amely az emberi élet különböző területeit irányította. Ezen istenek közé tartozott Gwyn két fia és az egyik lánya, de a játékon belüli történet egyáltalán nem említi az anyát. A Gwyn családján kívüli istenek olyan aspektusokat irányítottak, mint az álmok, a kapzsiság, a küzdelem és az orvostudomány. Végül Gwyn panteonja elhagyta Anor Londót, és tagjainak többsége ismeretlen helyre ment. Anor Londó néhány ismertebb lakója közé tartozik Velka és Alfader Lloyd, Velka a bűn istennője meghatározza a bűnt, és ennek megfelelően bünteti az embereket. Karim Oswald megbocsátja a karakteret bűneit az eredeti Dark Souls-ban, és Velkához kapcsolódó tárgyakat ad el. Ugyanebben a játékban a Firelink Shine-nél találhatsz olyan NPC-ket, akik az Alfader Lloydot imádó rendhez tartoznak. A rejtett Pigmeus és a sötét lélek. A negyedik figura, aki a tűzkorszakának kezdetén Lord lélek tulajdonában állt, nem más volt, mint a futó törpe. Az első játék nyitó történetében nagyon rövid időre jelenik meg, és a narrátor amolyan könnyen elfelejthetőként hivatkozik rájuk. A sorozat többi részében egyetlen karakter vagy tárgyleírás sem említi őket név szerint. A Dark Souls és a Dark Souls 3 rendezője Hidetaka Miyazaki egy japán podcastben adott interjúban megerősítette, hogy ez a kis teremtmény volt az emberek őse. A Darkstalker Cathay, egy őskígyó a Dark Souls-ban a sötétség korszakát elhozni próbáló őskígyó párbeszéde, ezt a Lord lelket sötét léleknek nevezi. A Dark Souls 3 The Ringed City kiegészítőjében Gael lovag elmegy a pigmeusok otthonába, hogy elvegye ezeket a sötét lelkeket. Mestere, a festő azt tervezi, hogy az említett lélek segítségével új világot fest. Miután a játékos karakter legyőzi Gaelt, elviszi neki a sötét lelket. Ezen szálnak nehéz mitológiai vonatkozást találni, de egész érdekesen kapcsolódik a halandó emberek lelkének története az újrateremtéshez, valahol emlékeztethet ez minket például Noé bárkájára, vagy amikor Zeus úgy döntött, hogy ideje új embert kreálnia, mert az addig a földön élő gyermekei már tisztátalanok és beszennyeződtek. Manus és a mélység. Folytatva az előző szálat és a Dark Souls mítoszait, a Dark Souls 1-es rajongói úgy gondolják, hogy Manusnak erősen köze van ahhoz, hogy az előbb említett helyen a lakosok kiásták az első ember sírját, amiért az haragra gerjedt és a mélységbe taszította a várost. A Dark Souls Wiki egyik munkatársa arra is felhívja a figyelmet, hogy a Manus név a Mannus nevére a germán mítoszokban az emberek atyára hasonlít. A mélység, az emberek, az emberiség ereje és a sötétség mind fogalmilag összekapcsolódik a Dark Souls sorozatban. A Dark Souls Artorias of the Abyss játékban az emberiség eszenciájából álló ellenségeket találhatod a mélységben. A Dark Souls 3-ban egy olyan helyszínre is ellátogathatsz, amely a sötét korszak kezdeti területét mutatja, ami megerősíti, hogy az Abysshez hasonlóan a sötétség korában egy világnak sem lenne fénye. Filianore és a kozmikus tojás. A Dark Souls 3 Ringed City kiegészítőjében megismerheted Gwyn negyedik gyermekét, Filianorét, egy hercegnőt, aki egy tojást őriz, amely úgy tűnik, hogy irányítja az időt. Ellentétben Gwyn többi gyermekével ő nem jelenik meg az első két játékban, így az utolsó játék történetét követő tartalomban való megjelenése meglepetés. A cikk leírása elmagyarázza, hogy Gwyn elhagyta Filianorét a gyűrűs városban, és megígérte neki, hogy visszatér, ha eljön a nap.
A kiegészítő végén Filianoréval találkozol, aki egy repett tojással alszik. A tojást egy kelléknek nevezik, hogy megóvjon a sötét lelked vágyától, ami arra utal, hogy őrzi a sötét lelkeket, amelyeket a gyűrűs város polgárai tartanak. Amikor a játékos karakter megérinti a tojást, megváltozik a környezet. Filianore elpusztult holttesté válik, ami arra utal, hogy illúziót keltett a tojással, vagy a tojás előre mozdította az időt. A játékos karakterének Filianore tojásával való interakciója a kozmikus teremtés mítoszokra emlékeztet, mivel megtöröd, hogy megtaláld a sötét lelket, hogy új világot teremts. E mítoszok egyike a japán Yamato ciklus, amely a világ első alakját tojásként mutatja be, ezen kívül más teremtés történetek is tojásként írják le a világ mindenséget, aminek különböző részei a tojáson belül találhatók. A parázs urai. A Dark Souls és a Dark Souls 3 között számos hős kapcsolódik az első lánkhoz, és a parázs uraivá válnak. A játékos karakterének célja a Dark Souls 3-ban az, hogy a Lord lelkeket elvéve begyújthassa az első lángot. Ezen karakterek közé tartoznak a mélységőrei, Aldrich a mélység szentje, Lothric herceg és Ihorm az óriás. A Dark Souls 3 végén a parázs lélek, azaz Soul of Cinder ellen harcolhatsz, amely az előbbiekben említett lordok istenszerű formája együttvéve. Feladata nem más, mint hogy megvédi az első lángot, hogy tovább tartson a tűz korszaka. A Soul of Cinderrel vívott harc során a Dark Souls korábbi főszereplőire emlékeztető és Gwyn képességeit használó figurává változik. Ezek az átalakulások azt jelentik, hogy a Soul of Cinder átveszi a lordok hatalmát. A Hamhal urai a görög mitológiában és más kulturális mítoszok istenített halandóira hasonlítanak. A görög mitológiában van egy sajátos kifejezés a halandó istenné való átalakulására, amit úgy hívunk, hogy apoteózis. Mindez a következtetés abból is levonható, hogy a parázslélek önmagában egy haldokló, porladó testet ölt, mégis ereje óriási, emellett pedig képes isteni hatalmat használni, erejét folyamatosan megváltoztatni, saját magát gyógyítani. A Soul of Cinder történet szála azért is érdekes, mert az első láng története nagyon hasonlít az örök láng mitológiai vonatkozására, mégis egyfajta ellentétbe állítja. Amíg az északi mitológiában az örök láng nem alszik ki soha, addig az első láng kialudhat, viszont erejük ugyanúgy hatalmas. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a részben. Remélem tetszett ez a rövid kis videó, ha további tartalmakat szeretnél látni, akkor pedig iratkozz fel a GSH csatornájára, így első kézből értesülhetsz a legújabb tartalmakról. Tarts velem a következő adásban is!